Beérkezett időszakát éli a Pannon Filharmonikusok, nagyon jelentős a zenekar iránti figyelem. Mindenféle pozícióból új tagokat kerestek a világ neves, jelentős egyetemeiről, fogalmazott Horváth Zsolt, az együttes igazgatója az évnyitó sajtótájékoztatón. Óriási volt a Nemzetközi Zeneakadémiák fiatalságában az érdeklődés, hogy hol is van az a Pécs, és ez az a Pannon Filharmonikusok, wow, és egy életpályát gondoljunk ott el. És ennek a következménye az, hogy egy olyan próbajáték sorozatot tarthattunk tavasszal, ahol nagyon sok jelentős zeneakadémiának a kiváló végzősei voltak jelen. Volt olyan meghallgatás, ahol egész egyszerűen nem tudott a zsűri dönteni, hogy kit vegyünk föl, és újra meg kellett hallgatnunk a fiatalokat. Így aztán 9 kiváló művész érkezik hozzánk, fiatalok, pályakezdők, meghatározó pozíciókon hallhatja őket a közönség, első fúvós posztokon, ahol rengeteg szóló lehetőség van, tehát azonnal halljuk az ő játékukat és kvalitásukat. Zag Gábor Pécs megyei jogúváros alpolgármestere a zenekar sajtótájékoztatóján így fogalmazott. A Pannon Filharmonikusok a pécsi kultúra égköve. Ennek megfelelően megbecsüljük és mindent megteszünk azért, hogy biztosítsuk a feltételeket a működéséhez. Köszönjük a zenekarnak, hogy nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy Pécs kulturális decentrum lehessen. Az évad újdonsága, hogy a zenekar már hagyományosnak tekinthető pécsi, budapesti és bécsi sorozatai mellett felkérést kapott az újonnan nyíló eszéki Franz Kresma koncertterem rezidensi feladatainak ellátására. Az évadnyitó sajtótájékoztatón részt vett az eszéki kulturális központ igazgatója is. Lassan ismerünk egymást, és az eszéki közösség is ismeri, mert köztük jó néhány bérletes is ide a Kodály központban. De ami most először kezdődik, ez egy további lépés számunkra is, mert egy rezidens programmal gyakorlatilag most 4 nagy koncerttel fölépnek nálunk, ami majdnem az összes programnak a fele, és körülbelül tervezünk, hogy így is maradjon, mert városunk legközelebbi nagy, meg ami még fontosabb, tényleg közismert, meg jó zenekarként látunk a Pannon Filharmonikusokat, és azért örülök, hogy kulturális központ lehet egy eszéki otthona. Szeptember 12-én kezdődik Kesselyák Gergely vezető karmester Isteni Költemény című bérletnyitó koncertjével az új évad a Kodály központban. A karmester az évadban 7 alkalommal érkezik a városba. Minden bérletes sorozatot a vezényletével nyit az együttes Pécset, Budapesten és Bécsben is. Nekem ők, mint zenekar, egy kedvenc zenekarom volt eddig is. Természetesen ebben a fél évben nagyon sok mindent megtudtam még róluk, de igazán az a kép, ami kialakult, az nem változott, inkább ahhoz a munkához, amit mi most belső szakmai munkának mondjuk így nevezhetek, ahhoz kaptam én sok divatos szóval inputot, hogy hogyan tudunk egyről kettőre, vagy 10.000-ről 10.001-re lépni. Szóval, hogy nagyon hasznos volt az elmúlt fél év, és valóban ilyen kis belső finomságokat megtudtam, ami nekünk a belső ügyeinkbe és a szakmai előlépés szempontjából fontos lesz. A titkokat feltáró évadban a zenekar nem csupán a vezető karmester által bemutatni kívánt szép 20. század titkait kívánja felfedni, hanem a Pannon Filharmonikusok olyan titkaira is keresi a választ, hogy vajon miért az egyik legnépszerűbb zenekar a közönség, a muzsikusok és a vendégművészek körében is. A programokról bővebb információ a zenekar honlapján érhető el.